Szent István napi ünnepségre készül a város, a technika csodái, forgó szél tombolt a szabad strandon, a jégkármérséklő rendszernek semmi köze az aszályhoz. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. augusztus 17-én 18 óra 5 perckor. A Dériné megbízott igazgatójával beszélgettünk a Szent István napi ünnepségről. Köszöntöm nézőnket, Kunin Nánási Monikával, a Dériné Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk az ünnep előtt arról, hogy milyen rendezvényekkel várják a karcagiakat és az ideérkezőket. Mikor lesz az első Szent István napi ünnep nálunk? Augusztus 19-én fog kezdődni a Szent István napi események, és nagyon sok színes programmal várjuk az érdeklődőket. Menjünk akkor végig nagyjából, hiszen a plakáton minden rajta van, de azért a főbb elemeket emeljük ki. 19-én a országzászló felvonását követően 10 órakor fog az ünnepi önkormányzati ülésre sor kerülni, majd ezt követően délután 4 órakor Bode László festőművész emlékkiállítása fog megnyílni a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárban. Este 7 órakor Malek Andrea koncertre várjuk az érdeklődőket, és 9 órától hajnal 2-ig pedig az IFI Club Reload retro diszkóra fog sor kerülni, ahol a sztár vendég a Fiesta lesz. Augusztus 20-án szombaton reggel 9:30 a Benyus család egyházi áhítatát fogják tudni meghallgatni a résztvevők, majd 10 órakor kezdődik meg az Szent Mise, és ezt követően a körmenetre kerül sor. Délután 14:30 fognak gyülekezni a mezőgazdasági gépek a főtéren, és 14:30 elindul majd a felvonulás. 2 órától a templomkertbe gyermekprogramokra várjuk az családokat. 3 órakor föllépnek a moldvai csángó magyar táncosok. Békés Szent Andrásról fognak hozzánk érkezni. Ezt követően Cető Roland és Fritz Éva operett műsorát láthatják az érdeklődők, majd Detti fog a színpadra lépni. Közben óriás buboréksóra várjuk a gyermekeket, és este 8 órakor pedig a Szonoki Szimfonikus Zenekar fog koncertet adni. Azt gondolom, hogy kicsik nagyok, mindenki talál majd magának tetsző programot. Az időjárás reméljük meg van rendelve, és jó idő lesz, és köszönjük szépen. Én is bízom benne, hogy mindenkinek a érdeklődését felkeltjük. A Nemzeti Tehetségprogram keretében a Technika Csodái című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17-es számú óvodájában. A miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a Speciális Fejlesztés Célzó Programok Támogatása című NTP-SPEC-21-00-56 pályázati azonosító számon szereplő a Technikák Csodái című pályázati projekt, a Technikák Csodái elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. június között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17 óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 959.000 forint. A pályázati programban az óvoda kreatív kuckó kézműves tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Nagy Tiborné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 60 órás program célja volt a műhely munkánkon olyan komplex program biztosítása, amely kihívás jelent a tehetség ígéretek számára, ösztönzi, próbára teszi kiemelkedő adottságaikat, gyenge oldalaikat fejleszti, mélységben, tartalomban gazdagít. A szülők részesei legyenek a gyermekek élményeinek, alkotásainak, megtapasztalják kiemelkedő adottságaiknak kibontakozását, elköteleződjenek a tehetséggondozás iránt. Vidám hangulatú, ötletgazdag, alkotó tevékenység alakuljon ki, ahol a gyermekek jól érzik magukat, szívesen vesznek részt a tevékenységekben, mely hozzájárul személyiségük harmonikus fejlesztéséhez.
érzelmi kötődés felkeltése a népi kismesterségek iránt. Érzelmi kötődés felkeltése a népi kismesterségek iránt. Az innovatív műhely munkákon egymásra épülve a gyermekek technikai ismereteinek gazdagítása, IKT ismereteik, műveltségük megalapozása. A technikai fogások anyagok megismerésével elmélyült, változatos alkalmazásával újszerű feladatok elé kerülve a gyermekek kreatív gondolkodásának fejlesztése, feldolgozási képességeik, alkotó képzeletük gazdagítása, esztétikai érzékenységük alakítása. Az élmények az egyéni sikerek motiváló ereje mellett a gyermek élmény és fantázia világának képi szabad önkifejezésének támogatásával, az önmegvalósítás serkentésével ideális teret kap az egyéni tehetség kibontakoztatása, tartalomban és mélységben történő gazdagítása. A Györffy István Nagykun Múzeumban érzelmileg közelebb kerültek a népi hagyományokhoz, kismesterségek helyi értékeihez, a kunok történeti kultúrájához. A Györffy Sándor Kossuth Díjas szobrászművésznél tett műhelylátogatás a hiteles helyi értékek közvetítését, a tudás átadását, az értékek közvetítését tették lehetővé a gyermekek felé. Megismerték a szobrászat szépségét, az alkotásban rejlő örömteli időtöltést. Forgószél tombolt a szolnoki szabadstrandnál, menekültek az emberek. A Tisza felett alakult ki a rendkívül látványos időjárási jelenség, majd a szolnoki szabadstrand felé vette az irányt. Látványos, egyben ijesztő időjárási jelenségnek lehettünk szemtanúja minap. Egy a Tisza felett kialakult kisebb forgószelet örökített meg a szolnoki szabadstrand kamerája kora délután. A Szolnoki Élménysziget Facebook oldalára feltöltött felvételen jól látszódik, hogy a strandolók menekülőre fogják, amikor a szélörvény kiér a partra. A forgószél végül embereket szerencsére nem, csak napernyőket ragadott magával. A Szolnoki Szabadstrand a Tisza egyik leglátogatottabb és legbiztonságosabb szabadstrandja. Azonban az itt fürdőzők egy forgószelet, forgószél jelenséget tapasztalhattak. A forgószél ugye átsöpört a túlpartról, és a saját partunkat is érte. Személyi sérülés nem történt, fizikai károk keletkeztek a napernyőinkbe, illetve a fürdőzők felszerelésében. Ez egy rendkívüli esemény volt, amit mi sem tapasztaltunk üzemeltetésünk óta. Ennek kialakulásához az 2022-es szeszélyes időjárási körülmények, illetve a rendkívüli aszály vezethetett. Ugye itt a meder körülmények, az erős, tehát a magas hőmérséklet, illetve az erős szél rendkívül befolyásolta ezt a jelenséget. A fürdőzők biztonságáért szabadstrandunk szakképzett kollégái, illetve infrastruktúránk felel. Két hajó is található lent a partnál, illetve kettő toronyőr is figyel a fürdőzők biztonságáért. Ez a jelenség ritka, de nem példa nélküli térségünkben. Tulajdonképpen mostanában elég nagy forgószelek tudnak kialakulni, változott az éghajlat, és régen csak forgószélnek neveztük, most meg azt mondjuk, hogy hurikán, meg minek nevezik, nem is tudom hirtelen, tornádó, igen, olyan is volt már Magyarországon is. Hát akik itt voltak, azoknak biztosan nagyon félelmetes volt, mert hát megütheti őket. Sajnos kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy ilyen van. Az éghajlat változik. Vagy tehetünk róla mi emberek, vagy nem, ezt senki sem tudja biztosra. Lehet, hogy tehetünk róla, de ezt hozzá kell szoknunk, hogy ilyen van, mert nem tudjuk befolyásolni. A nyári időszak meleg napjain a Tiszán és a Holtiszán is láthattunk már a forgószelet. Igazából már láttam ilyet, de hogy ekkora forgószél alakuljon ki, az nem annyira jellemző. Szerintem ez a puszta jelenléte, tehát hogy nincsenek fák, ilyesmi, hogy kibírt alakulni ez a forgószél. Ültünk már horgászatkor, de igazából én szerintem itt Magyarországon olyan erejű forgószél nincs, mint ez a hurikánok szoktak lenni, hogy ebből
komolyabb probléma, esetleg ilyen kis felületi sérülések, vagy tárgyaknak az elrepülése, kisebb tárgy, azt tudom elképzelni. Tehát azt látom, hogy ez a felmelegedés van, ha bár nagy lehűlésről beszélnek a golfáramlat miatt, de most nem is tudom, mit gondoljak ez ügybe. Itt az újabb bizonyíték, a jégkármérséklőrendszernek semmi köze nincs az a szájhoz. Július 30-án egy markáns hidegfront vonult át hazánk felett. A jégeső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat szinte az ország teljes területére riasztást adott ki. Ennek megfelelően időben eltolódva, néhány járás kivételével majdnem mindenütt működött a jégkármérséklőrendszer. Ezen a napon az ország keleti és északi megyeiben rövid idő alatt 30-50 mm-t meghaladó csapadék esett, valamint megdőlt a napi csapadékrekord. A tudományos bizonyítékokon, valamint a több évtizedes működési tapasztalatokon kívül ez is kiválóan cáfolja azt a minden alapot nélkülöző tévhitet, mely szerint az országos jégkármérséklő rendszer felelőssé tehető az aszályért. Egy markáns hidegfront hatására sorra alakultak ki zivatarok hazánkban, az északi, dunántúli és középső tájakon, majd később az Alföldön, ahol heves esőzések is voltak. Nagy területen hullott jelentős mennyiségű 30-50 mm-t meghaladó csapadék. Volt, ahol két havi csapadék mennyiség zúdult le. A legtöbb esőt 123,2 mm Tiszakarádon mérték. Ez új napi csapadékrekord, ami közel 20 mm-rel haladta meg a 2014-ben Fertőrákoson regisztrált 105,8 mm-t. A front hatására jégveszélyes zivatarok alakultak ki. Ezen a napon az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztása alapján szinte az ország teljes területén működött a jégkármérséklőrendszer. A hajnali óráktól előbb a Dél-Dunántúlon, Közép- és Észak-Magyarországon, majd a késő délelőtti óráktól délutánig az Alföldön is üzemeltek a talajgenerátorok. Ennek köszönhetően nem alakult ki kárt okozó nagyobb szemű jég hazánkban. A jégkármérséklőrendszer működtetése közben az Alföldön hullott jelentős mennyiségű csapadék is minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jégkármérséklőknek semmi köze sincs az aszályhoz. Az Európa termőterületeinek már majdnem felét sújtó extrém csapadékhiány hátterében globális időjárási viszonyok állnak. Mint ismeretes, néhány héttel ezelőtt több generátorkezelő kapott halálos fenyegetést, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a megfenyegetett generátorkezelők körzeteiben leállítatta a jégkármérséklőrendszert. Az alaptalan tévhitet, mely szerint a jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, a tudományos bizonyítékok és a több évtizedes működési tapasztalatok is cáfolják. A jégszemek méretének mérséklésén túl a rendszer az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. Ez többek között a meteorológiai tudományában elismert szaktekintély professzor dr. Geresdi István, az MTA doktora is megerősítette. Gyakorlati tapasztalatok ugyanezt mutatják. Megyékben mintegy három évtizede zajlik jégkármérséklés. Ezen időszak alatt az időjárás változatosságának megfelelően voltak csapadékos és aszályos esztendők is, mint ahogy az egyébként Közép-Európa időjárására jellemző. Idén januárban és februárban is rendkívül kevés csapadék hullott, pedig csak április 15-től üzemel a jégkármérséklőrendszer. Amikor már harmadik éve működött országos lefedettséggel a jégkármérséklő, júniusban az Alföldön a szokásos, átlagos csapadék mennyiség 3-4-szerese hullott le, áll a NAK televíziónkhoz eljutatott közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagypontsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!